Hát üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ilyen személyes beszélgetős videóban még nem igazán találkozhattunk, úgyhogy röviden bemutatkoznék. Mit csinálnék? Azt majd számolja nekem valaki, hogy azt, hogy úgy, hogy azt hányszor mondtam el. Az én nevem Train, és ez alapvetően egy zenei csatorna, viszont már régóta tervezgetem egy ilyen vlogosszá behozatalát a csatornára, és hát mi is lenne ennél jobb apropó, mint hogy szerepelhettem egy AK-26 videoklipben. Kobikám? Ezúton is hatalmas köszönet Kobinak és az AK-26-os srácoknak, hogy biztosították számunkra ezt a lehetőséget. Előjáróban annyit tudtunk a klipről és a szerepünkről igazából, hogy a címe a dalnak és az egész projektnek az Oda át lesz. Egy szomorú hangvételű dalról van szó egyébként. Egy ravatalon fog játszódni, ahol mi leszünk a családtagok, illetve az egybegyűltek. Leroy barátom kísért el egyébként erre az útra, akinek az Instagram oldalát a leírásban megtalálhatjátok. Na sziasztok, ez az első bejelentkezés, még itt vagyunk Szombathelyen, de már 9:30 van, úgyhogy indulnunk kell, mert elég hosszú út vár ránk. Megyünk Budapestre a Fotopenny stúdióba, mert ott fog forogni a klip, itt van mellettem Leroy barátom is. Sziasztok! Mutatunk képeket, úti videót és hogyan forog egy AK-26 videoklip, ami igazából nekünk is egy hatalmas újdonság volt, úgyhogy reméljük jól fogtuk szórakozni, úgyhogy tartsatok velünk és nézzük meg ezt a videót, ezt a napot. Tatabányát és körülbelül 70 km van hátra és ott leszünk, úgyhogy még ahhoz képest, hogy megálltunk pihenni, az előbb egész jól állunk. Úgyhogy szerintem legközelebb a budapesti vágóképekkel jelentkezünk már, aztán utána meg megyünk tovább a klip forgatással, úgyhogy köszönjük az eddigi figyelmet és tartsatok velünk továbbra is. Megérkeztünk Pestre, igazából dél lesz 5 perc múlva, úgyhogy egész jól állunk. Most megyünk a stúdióhoz, majd onnan is kívülről egy-két vágóképet majd mutatok nektek, aztán megyünk be és átöltözünk, aztán akkor már ti is látni fogjátok, hogy körülbelül mi lesz a sztori, amiről szólni fog a videóklip. Teret utca. De megérkeztünk, úgyhogy mindjárt mutatjuk az utcokat. Itt vagyunk. Megláthattok egy kis részletet abból, hogy hogyan forgott a videó, igazából sokat nem akartunk zavarni, tehát a srácokat semmiképpen nem akartuk fenntartani a munkában, de azért igyekeztünk mutatni nektek valamit ebből az egészből, hogy hogyan forog egy AK-26 videóklip. Sikerült rögzíteni, azt úgyis megmutatom nektek, és akkor még a hazafele útról mutatunk képeket, videókat, és otthon lesz egy rövid elköszönés. Tehát ennyi lett volna ez a nap, reméljük, hogy tudtunk olyat mutatni, ami érdekes számotokra, és
és reméljük, hogy velünk fogtok tartani legközelebb is, hogyha esetleg tetszett nektek ez a blog videó, és szeretnétek még ilyet, akkor írjátok meg légy szíves nekem kommentben. Az összes dalomat egyébként, amire a srácok inspiráltak leginkább, hogy nekiálljak én is a zenélésnek, megtalálhatjátok az összes eddig megjelent dalomat a csatornán. Nézzetek körül, és jó szórakozást kívánok hozzá. Köszönöm még egyszer, hogy velem tartottatok. Mindenki vigyázzon magára. Sziasztok!